Markáns hideg front érte el tegnap a délutáni órákban Szabadkát és Bácska északi részét. A hőmérséklet szombatról vasárnapra legalább 11 fokot esett. A csapadék mennyisége 6,5 liter volt négyzetméterenként. A hidegfront által okozott jégverés területi eloszlása nem volt egyenletes. Délről haladt észak felé, és a radarképeken szemmel látható volt, hogy a Zenta környéki, tehát magyarkan is a Zenta ezen a vonalon, ezen a részen volt a legerősebb a jégverés. Az ilyen időjárás májusban nem számít szokványosnak. A jégeső vagy a hevesebb zivatarok inkább júniusra jellemzőek. Ennek ellenére például 35 éve, pontosan május 12-én a szabadkaiakat igencsak meglepte az időjárás. 1978-ban reggel mínusz 1 fok volt, és délután plusz 9 fok mellett futó hózápor is volt. Ez a legkésőbbi hózápor, ami emlékszem, olyan 15-20 percig tartott. A hétvégi rossz idő nem tart már sokáig. Kettől péntekig folyamatos lesz a felmelegedés, a csúcsértékek elérik majd a 28-30 fokot. A jövő hétvégén érkezik az újabb lehűlés, záporokkal kísérve jégeső nem valószínű.